Neo Deco galériában ülünk Volánt Évával, a Kossuth tér fölött, és csodálatos Art Deco és Bauhaus tárgyakkal körülvéve fogunk többek között ezekről, illetve a falon látható festményekről beszélgetni. Szia Éva! Elhúz Kata, Isten hozott! Hihetetlen számomra, hogy több mint 15 éve elmúlt, hogy Árdi hirtelen fiatalon eltávozott, az ő emlékére jött létre ez a kis lakásgaléria. Müller Árpád. Müller Árpád, köszönöm szépen. Igen, nekem természetes Müller Árpád festő. Hál' Isten, hogy Árpinak volt egy olyan elgondolása, hogy minden korszakból egy-egy emblematikus darabot megtartott, és egy saját kis házi múzeumot vezetett. Két nagy korszak, kedvenc korszakunk volt Árpival, az Art Deco és a Bauhaus, és erre erősítettem rá, és ezeknek a kis bútorait, tárgyait, üvegeit kezdtem el gyűjteni, az üveg külön nagy szerelem, főleg a Moser üvegek. Nagyon szeretem azt a stílust, ami letisztult, ami használható, ami funkcionális. És talán az Art Deco volt az első olyan iparművészeti stílus, amit a nagyobb tömegek is el tudtak érni, és a Bauhaus ennek a ilyen szinte lecsengése, mert hát ha létezik a dekonál tisztább, funkcionálisabb, akkor az a Bauhaus, ráadásul az még légies is. Vallom, hogy ha itt valaminek igazán élnie kell, akkor azok a festmények. Valaki megkérdezi, hogy miért nem adok egy kis pasztelszint a falnak, vagy miért nem mintás a kárpit. Hát mert nálam színes és mintás a festmény. Az elmúlt évtizedek alatt örömmel tapasztaltam, hogy alig-alig volt olyan interjúr, ahova ne lehetett volna a maga jogán természetes módon illeszteni. Kedves történet számomra, amikor olyan jó 20-25 évvel ezelőtt Zob Katiról forgatott a francia tévé egy portréfilmet, és megkérték Katit, hogy számára kedves kortárs művészt, aki ugye nem tervező, hanem zenei, művészeti, írói pályán van, hogy mutasson be egy-egy embert. És a Kati a képzőművészek közül Árvit választotta. És hogy milyen érdekes, kedves, szép emlék nekem, hogy a francia tévé ebből az egy órás beszélgetésből ezt a kis részt vágta be, amikor az Árpi arról mesél, hogy volt egy ideája, 81-ben megfestette az Éva nemű festményt, tehát hogy ő egy ilyen lányt képzel el magának, nyilván látott lányokat, ilyen, tehát a szíve csücske volt ez a karakter. És rá 8 év múlva megismerkedtünk, és utólag senki nem akarja elhinni, vagy hát, hogyha el is hiszi, olyan jó érzéssel konstatálja, hogy olyan meseszerű, hogy az Árpi megfestette azt, hogy milyen lesz a szerelme és a felesége. Tehát, hogy olyan volt, és ilyen lett.